Változtak a közterületi maszkviselés szabályai Tolnán. Még novemberben döntött arról a kormány, hogy a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében a 10 000 főt meghaladó települések közterein is kötelező a maszkviselése. Azt, hogy melyek ezek a területek, a települések polgármesterei dönthették el. Akkor Tolna város vezetője úgy határozott, a zöld területeket kivéve mindenhol hordani kell azt. Azonban január 6-ától enyhülnek a szabályok a településen. A Pelszófer Ágnes azt mondja, lazít a szigorításokon, mert jelentősen csökkent a megbetegedések száma. Ezentúl csak a megjelölt köztereken, illetve nyilvános helyeken kötelező az orrot szájat eltakaró maszkviselése. A 10 000 főnél, nagyobb településeknél a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a közterületeken lévő maszkviselés szabályozza. Én akkor azt a szabályt hoztam, hogy közterületen, zöld területet kivéve mindenhol kell maszkot hordani. Tekintettel arra, hogy a Tolna megyében, és így értelemszerűen Tolnán is a fertőzések száma csökkent, hogy az új megbetegedések száma csökkent, és tekintettel arra, hogy azért magam is itt élek a városba, és járom az utcákat, és láttam, hogy olyan nagyon nagy csoportosulásuk és tömegek nincsenek, ezért azt a rendeletet módosítani fogom. Az új rendelet szerint maszkot kötelezően közintézmények, buszmegállók, üzletek, posta, gyógyszertár, oktatási, nevelési, illetve egészségügyi intézmények 25 méteres körzetében kell hordani. A helyiek közül volt, aki azt mondta, továbbra is viselni fogja a szájmaszkot. Én azért hordom, drága, mert potyognak el az emberek. Úgyhogy én le sem merem tenni, csak otthon. De sokan örültek az enyhítésnek. Nagyon gyűlölöm, mert szemüvegem bepárászodik, szöszös bemegy a számba, nagyon szívesen leveszem. A polgármester az emberekre bízza a döntés jogát, hogy élnek-e az enyhítés lehetőségével. Mindenhol máshol gyakorlatilag nem kötelező, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad maszkot hordani. Nyilván, ha valaki úgy érzi biztonságban magát, akkor arra biztatom, hogy használja a maszkot. De magam is találkoztam több olyan, például kismamával, aki a kis gyereket sétáltatta, vagy egy idős emberrel, aki egyedül ment az utcán, és közel távol nem volt senki, és bizony maszkot kellett hordaniuk. Zömmel betartották, láttam olyat, hogy valaki nem volt maszk. Hát nyilván mindenkit a rendőr nem büntetett, nem is ez volt a cél egyébként, és még egyszer mondom, nem az, tehát amikor az ember egy szigorú szabályt hoz, akkor nem az a cél, hogy legyen miért megbüntetni az embereket, és számon kérni őket, hanem a cél az kifejezetten az volt, és most is az egyébként, hogy az emberek egészségét és biztonságát megóvjuk. Voltak renitensek, de azt gondolom, hogy renitensek mindig vannak, tehát van, aki nem tartja be a sebességkorlátozásokat sem például, és van nagyon sok szabály, ez most egy kicsit enyhébb szabály lesz. A Pelszófer Ágnes arra kéri Tolna város lakosait, hogy a kijelölt helyeken mindenképp viseljenek orrot szájat eltakaró maszkot az egészségük megőrzésének érdekében.